Az Országos Magyar Vadászkamara területi szervezetei országszerte közel 20 éve tartanak vadásznapot. Nem kivétel ez alól a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezet sem. Az esemény egyik célja, hogy a vadászok kikapcsolódjanak, találkozzanak egymással, és baráti versengések alakuljanak ki például a főzőverseny kapcsán. De nem ez az egyetlen fontos cél. A másik nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a civilek, akik ugye a vadászattal csak hallomásból találkoznak, kilátogathassanak és láthassák, hogy azért ez az életforma is egy elfogadható életforma, mi sem vagyunk mások, rosszabbak, mint a többi ember, csak kicsit nekünk más az érdeklődésünk. A protokollális program része volt az ifjú vadászok teljes értékű vadásszáfogadása is. Ennek jelképeként különleges kitűzőt kaptak az új vadászok. Ez az Országos Vadásznapok emblémája volt, aképpen egy törlevél, két makkal és egy szarvasbika jobb agancsával van díszítve, és ezt a vadásznapok alkalmából kapják meg az új vadászok. Népszerű program volt a Solymász bemutató is. A több mint 20 éves Csacsi névre hallgató egerészőjv 18 éve van gazdája mellett. Áramütés miatt került kézre, és sajnálatos módon elvesztette mindkét szárnyának a felét. Tehát, hogyha ő itten rendelkezne a teljes fesztávolságával, akkor az ilyen 1.20-1.30 is lenne, és akkor nem a kézen ülne, hanem már a szabadba repdesne az égen. A vadgazdálkodás értékeinek és hagyományainak bemutatása mellett kiemelten fontos a jövő nemzedékének környezeti nevelése is. Ezt egész napos gyermekprogramok biztosították.